hogy ez az eddigi pályafutásomban a legsikeresebb év, amit most maga mögött tudhatok, hiszen ugye volt egy londoni Európa-bajnokságon 4 aranyéremmel térhettem haza, és ez egy riói olimpia, ahol teljesítettem az álmomat, hiszen megszereztem azt, amiért azt mondom, hogy minden sportoló küzd egy olimpiai érmet. Ugye egy picit az év vége felé volt egy kis ilyen érzetem, mert rövid pályás világbajnokságban nem tudtam ugye elindulni a számaimban. Én azt gondolom, hogy ott is akár 2 aranyérem is összejöhetett volna, úgy lett volna teljes az év kollekciója, de nem vagyok csalódott egyáltalán, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Szabad tudni, hogy az olimpiai érem azt hova került, hol őrzi? Hát egyelőre a dobozában van, de már tervezem a vitrint, amiben be fog kerülni. Tehát a falon lesz majd kint egy nagyon jó helyen, de egyelőre még a dobozban van. Ősszel valamelyik sportévében láttam önnel egy interjút, ott azt mondta, hogy kedvet kapott a világkupa sorozathoz, illetve maga ezentúl a felkészülésének szerves része lesz. Mi véget döntött ki? Igen, én ugye eddig az évig egyszer sem voltam világkupán, tehát idén voltam először ugye Szingapurban és Tokióban. És ugye hozzátartozik az is, hogy ugye új egyesületben vagyok, tavaly ilyenkor még a BVSC-ben voltam, és ugye január óta az Újpest sportolószója vagyok, és az ottani mentalitás is arra vezetett rá, hogy akkor ezt érdemes lenne kipróbálni, és én magam is ki akartam, tehát már egy ideje terveztem, úgyhogy örülök, hogy eljött ennek is az ideje idén, hogy eljutaszhattam egy világkupára. A sok verseny ez adhatja az alapját a következő olimpiai ciklusnak, tehát magyarán Tokió a végcél. Igen, abszolút ez a végcél, és hát itt fogjuk próbálni jövőre, talán több világkupán is el fogok indulni, nem csak kettőn. És meglátjuk majd. Tehát most próbálunk kísérletezni, hogy reagál erre az én testem, az én szervezetem. Ugye hosszú katinkának nagyon jól, ezt már látjuk, de látjuk, hogy azért más vagyok. Igyekszünk, próbálkozunk, aztán hogy meglátjuk, hogy fog menni. Hogy tetszik a győri úszodat? Egyáltalán a városban volt-e kis ideje szétnézni? Lesz? Kocsival voltam a városban, és nagyon szépen ki van díszítve, úgyhogy megakadt a szemem egyből a díszeken, illetve ugye a sétáló utcában is voltam arrafelé is. És nagyon hangulatos, nagyon tetszik. És hát az úszoda pedig, hát az jó, az eddig is tudtuk, hogy jó, ugye már volt itt országos bajnokság is, úgyhogy ide mindig szívesen jövök. Hogyan tekintesz vissza 2016-ra év végén? Vegyes érzelmekkel tekintek vissza. Voltak olyan versenyeim, versenyszámaim, úszásaim, amik sikerülhetnek volna jobban, illetve azt gondolom, hogy több volt bennem. És voltak nagyon szép pillanatok is, volt, ami igazán jól sikerült. Ugye azt gondolom, összességében nem lehetek szomorú. De Londonban ott nagyon közel voltál a dobogóhoz. Talán mondhatjuk, hogy idén most kicsit messzebb. Csalódás volt ez, hogy gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nem volt esélyed éremre, ki jó van? Mindenképpen csalódás volt. Szerettem volna legalább döntőt húzni. De így sikerült, és tovább kell mennem. Jó érzet, van benned még egy olimpia, neki vágsz Tokiónak? Most ezt is 2016-ban nagyon nehéz megmondani. Én szeretem azt, amit csinálok, és szeretném addig csinálni, ameddig szeretem azt, amit csinálok. Meglátjuk, hogy ez meddig fog tartani, és hogy ebből belefér-e még egy olimpia. Ez most még nagyon messzire tűnik.